Két mérkőzés, két győzelem, ez a Nyíregyháza Spartacus tavaszi bajnoki mérlege. Mátyus János együttese eddig hozta a kötelezőt, a Debrecen 2 ellen 2-1-re, az Újpest 2 ellen 2-0-ra nyertek pöröskeiék. Két felemás mérkőzés játszottunk, Debrecenben gyengén kezdtünk, fel tudtunk állni 0-1-ről, ez nagy fegyvertény volt. Itthon az első föld az kimondottan jó volt, sok lehetőségünk volt, a másodikból picit talán visszavettünk, de a győzelmünk nem fogott veszélyben, a két eredmény maximálisan elégedett vagyok. A Nyírbátor eddigi két meccsén egy pontot szerzett, az első tavaszi fordulóban 60-ban 1-0-ra kaptak ki Ambruszék, legutóbb pedig hazai pályán a Debrecen 2-vel játszott 4-4-es döntetlen a sereghajtó. Nem mindennapi meccs volt, már azzal kezdődött, hogy a pályatalaj is igen, igen mély volt, tehát már számítottunk rá, hogy nem fog kialakulni folyamatos játék, és nyilván hideg zuhanyként ért minket, hogy az első 8 percben kaptunk 2 gólt, utána még ráadásul a játékos edzőnk is megsérült, amit sajátos helyzetet eredményezett, hiszen a csapatot nem volt, aki hirtelen irányítsa, de úgy gondolom, hogy ezeket a körülményeket figyelembe véve nem lehetünk elégedetlenek az egy ponttal. A két megyebeli csapat szombaton egymással játszik, és a tabellán elfoglalt helyezésük alapján a Sparia mérkőzés torony magas esélyese. Jól tudom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében óriási presztízsel bír az a mostani találkozó. Rengeteg volt sparjátékos játszik most Nyírbátorban. Extra motivációval fognak pályára lépni, azt ígéretem, hogy mi sem leszünk kevésbé motiváltak. Sok nézőre, jó hangulatra számítok, és játékban is kell fejlődnünk. Eredménynek hasonlóak lenne az első két meccsem. A nyírbátoriak az esélytelenek nyugalmával léphetnek pályára a Városi Stadionban. Én azt mondtam a játékosoknak, hogy ez az utolsó olyan meccs, ahol nincsen semmilyen elvárás a csapattal szembe. Mindenki játszon felszabadultan és mutassa meg azt, amit tud, és meglátjuk, hogy milyen eredmény lesz, amit el tudunk érni. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mindenképpen meg kell kezdenünk a pontoknak a megszerzését. Nyilván szeretnénk már hétvégén is, de semmilyen elvárás nincs a csapattal szemben, hiszen a két játékos állomány nem hiszem, hogy egy mércével mérhető. A Nyíregyháza Spartacus Nyírbátor mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik. A további párosítás a következő: Kazincbarcika Cegléd, 60 Tiszaújváros, Rákosmente Felsőtárkány, Reac Sztája, Diósgyőr 2 Putnok, Debrecen 2 Jászberény és Cigánd Újpest 2.